felhasználás szintén kevesebb, ugye napcella, akkumulátor, inverter, generátor, tehát már kevesebb. A világítás, számítógép, mobil feltöltés, ugye az már ezzel megy. Valamint lehetne azt is meglépni, hogy ugye vannak a hagyományos hízók, azután átalakítottuk ezeket a megtakarításos csöves hízókra, de a legújabb a ledes világítás. A ledes világítás most a legkevesebbet fogyasztó és leghatékonyabb világítás. Ezek a ledek, ezeket találjuk meg a mobiltelefonokban, de ezek a ledek most meg fognak jelenni nem sokára a hétköznapokban is, mint világító minőség. Hogyha ebbe belenézzünk, úgy látjuk úgy az energiát. Ezzel én, amikor Tolcsvai Lacival, meg a komlóskai polgármester barátommal fölmentünk a hegyre, már majdnem kifagyott az akkumulátor, ezzel világítottam egész végig, amíg lejöttünk a hegyről. Nem fogyaszt sokat. Most ezt képzeljük el, hogy mondjuk ebből az erős fényből van mondjuk 30-40 egy ilyen kis izzóban, mögötte egy ilyen, ugye egy ilyen fényes fény leverő felület. Az a világítás az olyat csinál majdnem, mint egy halogén izzó. Tehát, és a fogyasztása még az energiatakarékos izzónál is kevesebb. Közben nagyon élvezzük a kertet, rengeteg zöld anyag van, illetve rengeteg ilyen ágabríték, ami felhalmozódik a kertben. Mit tudunk ezzel csinálni? Itt jön be a képbe egy francia úrember, akit mi jobban ismerünk magyarok, ezt Ország József mondja, nem én. Mi magyarok már jobban ismerjük ezt az úriembert, Jean Pen, mint francia kollégája, francia ember. Ez a Jean Pen egy nagyon huncut ember. Erdőipari mérnök, vagy csak erdész, ezt nem tudom pontosan. Ő csinált egy olyan 4-5 méter magas faaprítékból álló gúlát, egy ilyen kis halmot, ebbe behelyezett egy hatalmas, több száz literes hordót, amiben szintén faapríték és víz volt. Itt van egy kis csonk, ahonnan elvezette az itteni levegőt és a fejlődő gázokat. A hordó köré egy ilyen jó vastag műanyag, kemény falu csövet tekert körbe, és ez bent van ebbe a halomba. Géci Gáborral beszéltem, ott voltam az energetikai értekezleten, most, ami volt Magfallán. És mondja, hogy ők is csinálják a komposzterőzet, de nem valami hatékony. Nem hozza azokat a dolgokat. Mondom, Gábor, faprítékkal csináljátok? Igen. Úgy, ahogy Jean Pen? Nagyjából úgy. Jó, szeretném megnézni. Na, erre mit látok? Így jön a föl. Úgyhogy ilyen árokba rakták, ez egy ilyen műanyag, fekete fóliával bevonva, és itt van. És itt mértek egy hónapig olyan 70 fokot, és utána lement 40-50 fokot. Mondom, Gábor, hát itt se a szellőzés, mert ennek egy jó szellőzésnek kell lennie. Se a szellőzés, se ez a hordó nincs benne. Ugyanis ebben a hordóban a vízfaapríték metángáz termel, tehát már ez egy energia nyeréssel, egy hőfejlődéssel járó folyamat. De mivel ez bent van a halomba, itt a falnál már kapásból 50 fok van, 40-50 fok. Mi van belül? 80-90 fok. A metángáz képződés iszonyatosan gyors, tehát nagyon gyors. Ezt ez a Jean Pen egyébként traktor belsőbe, hatalmas nagy traktor belsőbe gyűjtötte, amit később egy kompresszor segítségével tartályokba átnyomott, és ezzel a tartályokkal, ezekkel a felesége főzött, tehát a főzésre használta, valamint a kocsiját működtette vele. És ezzel ment ő a kis erdészetében napi 20-30 kilométereket. Tehát
Kocsi, gázüzemület, felesége főzött a gázzal, itt belül pedig ennél 40-50 fok, de ez ugye fölmelegedett arra 80-90, vagy még volt, amikor 120 fokra is. Tehát ez a csőkígyó, amit ide rárakott és rajta feszült ezen a hordó testen, az 60-70 fokos vizet csinál neki. Tehát nem olyat, mint amilyet a Gáborék itt kipróbáltak, és mondtam is Gábornak, hogy Gábor, kérlek benneteket, csináljátok már meg ezt a föld felszín fölött, úgy, ahogy a zsámben megcsinálta. Rakjátok ezt be. Minimum víz legyen benne, mert a víz, ha már fölmelegszik, az tartósan az 50 fokot kiadja. Ha ez nincs, akkor pedig az ide bevezetett cső, az maximum 30 fokos vizet produkál. Tehát a lényeg az, hogy ha csinálunk valamit, akkor úgy csináljuk, ahogy a mintában megtapasztaltuk. Tehát ez az, ami működik. Aztán egyszer csak hallom azt, hogy valaki szalmabálákkal vette körül a komposztot, hogy egy kicsit szigetelje. Ó, hát egy vékony szalmaborítás. Ezt csinálta ez a hölgy is, akit így hívnak, ugye, hogy Ruth Stout. Ez a három biztos, hogy itt van, ez szó. Neki a kertjéről volt szó. Tehát ő is ezt csinálta, csak a talajjal. Tehát, hogyha nem is bálákat rakunk ide, de egy ilyen, mondjuk 10-20 centi szalma réteget, azzal már egész jól tudjuk szigetelni ezt a kis területet, minimum ezt a részt, és a hő még nagyobb lesz. Csak itt akkor ügyelni kellene, hogy öngyulladás induljon be, tehát nehogy az legyen. De mivel itt a hideg víz benne van, és ez kering, valószínűleg a hőt el tudjuk a magból vezetni. Tehát innentől kezdve ez a rendszer, ez mindenkinek a rendelkezésére áll, akinek van elég faprítéka. Az interneten van egy nagyon jó videó, Mag energetikai értekezlet új szillás, 24 részes videó, ahol az egyik részben azt mondják, hogy na de honnan szedjünk faprítékot? És az egyik szakember azt mondja, hogy ó, az nagyon egyszerű, Magyarországon minden ember vállalhat 1 kilométert, hogy megtisztítson a közutak melletti árokból. Tehát annak a bozót apritéka bőven elegendő egy ilyen halom létrehozására. Ez ugye kertes házakban tudják meglépni. És ez ősztől tavaszig biztosítja a melegvizet, és némi nemű gázt is. Innentől kezdve mondhatjuk, tehát 3 év után, 1 év bőjt kerti maximális termelés, ugye, mert a kertünkben már maximálisan termelünk ezután, ugyanis nem csak ezek kerülnek ki a kertbe, hanem képzeljük el azt, hogy a Ruth Stout féle krumpli termesztés még vadabb formákat is ölthet. Ez úgy nézett ki, hogy szalmát raktak a talajra. Arra rakták rá a krumplit, és erre a fa aprítéknak a komposztját szórták olyan 15-20 centi vastagságba. Mert ugye rengeteg komposzt képződik. Tehát mondhatjuk, hogy az a csírázó krumpli valamennyi nedvességet vett fel a talajból, de a gumók azok ebbe a komposztba fejlődtek ki. Na most a krumpli betakarítása nem ásóval történt. Vitték a kis kosarat, lenyúltak a növényhez, felemelték, és rajta voltak a krumpli. Megrázták a kosár fölött, csókolom. Patika tisztasági krumplik voltak, semmi föl nem volt rajta. Tehát ez a fajta gazdálkodás még ilyen előnyökkel is jár, arról nem is beszélve, hogy a tudósok azt se tudják, hogy hogy a fenébe szedte össze az a krumpli a nitrogén. És ebben a komposztban ebben nagyon nincsen nitrogén, csak az állati eredetű komposztban van, valószínűleg a levegőből nyerte. 3 év után az önellátás lehetséges. Tehát azért írtam ezeket a dolgokat így le, és hát mondom, ezt jobb, hogyha valaki elteszi itt mély kúton egy trezorba, mert itt van a rendszer.
És hogyha van egy kis barkás szenvedéllyel megáldott kis baráti társaság, ezeket szépen lassan el lehet indítani, és a polgármester úr részére az összes elméleti anyagot, videók, PDF, dokumentumok mind összegyűjtve a rendelkezésére bocsájtottam, és én is nagyon szívesen segítek bárkinek, aki szeretné ezek közül bármit megépíteni, és az információkat, anyagokat, van, amit magyar, van, ami angol nyelven, mindenkinek a számára biztosítom. Ennyit szerettem volna mondani, és azt hiszem, hogy ami még fontos lenne, hogy a jógával kapcsolatos dolgokról is beszéljünk egy pár szóban. Jóga tanfolyam lesz még úton. Ezen a jóga tanfolyamon olyan jóga gyakorlatokat, ászanákat, légzéstechnikákat fognak megtanulni a résztvevők, amit máshol is, más jóga tanártól is megtanulhatnak. Csak. Én a saját 94 óta gyakorlom a jógát, tehát a saját tapasztalataimból kiindulva meg tudom adni azt a fajta kis irányvonalat, amivel a jóga gyakorlatok nem csak az adott napra szólnak, hanem hosszú távon lehet stabilizálni őket. Ehhez az egyik legfontosabb dolog étkezés. Tehát lesz egy ajurvédikus főzőtanfolyam is, amit el lehet végezni. Második, olajos masszázs. Bármennyire is úgy tűnik, hogy ez a kettő nem tartozik a jógához, rendkívül fontosak. Amint az étkezésünk szatvikussá válik, könnyedé, és úgy fűszerezzük az ételeinket, hogy az egészség, a tartós egészség mindig a rendelkezésünkre áll. Ha heti egy-két alkalommal egy kis hidegempréssel, olíva vagy szezámolajjal végig masszírozzuk a testünket, egy új világba találjuk magunkat. Olyan kis csomók, amik nem tudnak a masszőrök kimasszírozni, egy-két hónap, egy-két év után maguktól eltűnnek. Rugalmasabbak vagyunk, és sokkal jobban működik a szervezet. Ezek a kis csatornák, a kis nádik, amik bennünk vannak. Ugye mennyi kínai és indiai akupunktúra, akupresszúra, rengeteg tudás áll a birtokunkban, hogy ezeket csináljuk, hogy ezeket aktivizáljuk. De könyörgöm, van nekünk egy nyirokrendszerünk, az képes megtisztítani az egész szervezetet. Miért nem tisztítjuk meg a szervezetünket magától? Mi csináljuk ezt? És ugye mennyi, szerintem itt is sokan próbálkoznak makrobiotikus és mindenféle táplálkozási módszerekkel, ezek mind jók, vitaminok, mind jók. De ez a honcut olajos masszázs, ez annyira fontos. Ez az, mert ez az olaj, ez bejut az emésztőrendszerbe is, amit megiszunk, megeszünk, a külső olaj pedig, főleg a szezámolaj, ugye szezám tárói. Az nem valami külső gazdagságot hoz, hanem a szezám olajat. És ez a szezám olaj képes arra, hogy bejutva a szervezetünkbe a molekuláris lerakódásokat, megemésztetlen tápanyagokat, évek óta hordozott apró pici molekulákat, a hajszál erek faláról való levétellel beküldve ezt mind a nyirokrendszerbe, egy teljesebb életérzést adnak nekünk. Na, ekkor kell gyakorolni a jógát. És azt veszük észre, hogy folyamatosan lazulunk, nincs akadály előttünk. Tehát ez a három a titok. Étkezés, olajos masszázs és a jóga gyakorlatok, a légző gyakorlatokkal együtt. Saját tapasztalatomat elmondom, és utána Jennyvel kiosszuk ezeket a kis... Már megkaptam. Akkor jó. Akkor megkaptátok ezt a kis szórólapot. Hollandiában voltam 96-tól 98-ig a Maharishi Védikus Egyetemen, és ott staff voltam. Ez a staff munka az azt jelenti, hogy ha kellett porszívóztam, ha kellett bútorcipeltem, ha kellett konyhán segítettem, ha kellett a konferenciatermeket rendeztem be. Oda védikus tudósok, és különféle olyan emberek jöttek, akik ezt a Maharishi transzcendentális meditációt a munkájukkal elősegítették. Egyik nap, vagy
nagyon kivételes alkalom nyílt az összes staffos számára. Kaptunk egy pulzusdiagnózist egy nagyon híres indiai orvostól. Indiában a vaidják, ezek az orvosok, a pulzus tapintásával, három ujjukkal tapintva a pulzust, minden szervünkre és minden szövetünkre nagyon konkrét, tiszta információt nyernek, és ezt velünk megosztják. Elmentem, megcsináltam a pulzusdiagnózist, és már akartam mondani, hogy ez a probléma. Az orvos csak itt magába mélyedt, és írt egy papírra. De egyébként olyan szerintem 4-5 percig biztos fogta a pulzusomat, tehát egy térképet készített róla. Ír mindenféle számokat, és akkor egyszer csak azt mondja, na, akkor most mondhatom, mi az, ami esetleg probléma van. Hát én habzsolhák vagyok, és az emésztésemmel van probléma, mert arra van ez a szer, ez az MR514-es, ez az olyan szer, ami az tisztítja a beleket és a gyomornak. Nagyon jó. Másik az, hogy nekem van egy ilyen kis meghúzódás itt a hátam, mert igen, az arra ez a kenőcs van, és az így. És akarom mondani, hogy nem csak ott van a húzódás, hanem elmerevedett valami másfél hónapja a nyakam, és azt mondja, ott a jobb oldali nyak merevségre pedig az van. Na akkor így nem mondom, ez mindent tud róla, mert mi ez? És akkor azt mondja nekem, hogy és akkor csináljam ezeket, szedjem, de ami nagyon fontos, reggel, délbe, este úgy egyek, hogy ne túl sokat ügyeljek ezekre a dolgokra, és egyébként mikor szoktam csinálni olajos masszást, milyen alkalmakkor? Ránéztem, hát akkor voltam 26-27 éves, én még életemben nem csináltam olajos masszást. Na, akkor ő neki kellett megkapaszkodnia, úgy nézett rám, mint egy ufóra. Nem! És akkor látta, hogy egy teljesen szőke férfival áll szembe, ebbe a témába azt mondja, ide figyeljen. Képzeljen el egy gépjárművet. Annak van egy motorja. Ha ebben a motorban nem öntjük bele az olajat, az a motor szétég. 10-20 km, 50 km dobhatjuk ki a motort. Tehát ezt tudjuk, hogy ezt bele kell rakni. De könyörgöm, a tengelyt és a csapádokat a kerekeknél ugyanúgy be kell olajozni. Nem olajozzuk be, tönkre megy az is, csak egy kicsit később. A belső olajozás az, amikor a salátákra, az ételbe beletesszük az olajat és ezt megesszük, a külső olajozás meg azért kell az ízületekre, mert anélkül nem működhet normálisan a szervezet. Amikor az első tökéletes olajos masszázsomat megcsináltam, mert ennek különféle fajtái vannak, a tökéletes az, amikor időt és energiát nem kímélve, leülök egy nagy, forró zuhanyzás után, amikor a pórusok teljességgel kinyíltak, forró vizes edénybe beleteszem a kis pohárban a szezámolajat, a masszázs szezámolaj, nem csak mezei hidegemprésemet, és azzal végig dörzsölöm fejtetőtől talpig olyan sorrendbe, ahogy kell a testemet, mindegyik testrésszel egy-két percet eltöltve. Ezt én először életemben megcsináltam. És rám jött egy majdnem ilyen nevetésszerű belső boldogság hullám. Nem tudtam, hogy ez micsoda. Egyszerűen ez a mi alapállapotunk. És ezt én már 26 éve nem tapasztaltam meg, hogy a masszáz révén kinyílva a csatornák ilyen boldogságot hozhatnak felém. Van egy könyv, Deepak Chopra-nak a Tökéletes Egészség című könyve. Ez a könyv letölthető az internetről. Abba körülbelül 2-3 oldalban nagyon részletesen le van írva a legfontosabb jogászanák, a legfontosabb masszázsok, az olajos masszázs és a száraz masszázs is. Tehát ezeket kérem, hogy akik itt vannak, csak egyszer próbálják ki, utána pedig heti egy alkalommal csinálják meg, és az egészség teljesen más irányba fog fejlődni. És ahogy mondtam, fejtetőtől talpig mindent bekenni, mindent masszírozni, úgy, ahogy ott le van írva. A jóga gyakorlatokról pedig annyit szeretnék mondani, hogy maga a jóga, ez a yuj szóból származik, és azt jelenti, hogy
egyesíteni, egységesíteni. Nem csak a testünk, az elménk, a szívünk és az intellektusunk válik egyé, de akik a jogát gyakorolják, azok egyé válnak a társadalommal, egyé a természettel, egyé a környezettel. Érzékenyebbek leszünk és befogadóbbak az egész világ összes problémájára, és nem fognak minket érinteni. Tehát ez azt jelenti, hogy az érzékenység megtartása mellett a jogát gyakorló egy boldogság tudatból tud ránézni eddigi életére, szerettei életére, barátai életére, és hogyha a tudással fölvértekezzük magunkat, akkor rengeteg betegségtől megszabadulhatunk. Én egy speciális jóga, kajakalp jóga, ez egy testmegújító jóga gyakorlatsor, ennek vagyok a tanára, ezt Budapesten egy indiai jóga mester vezetésével tanultam meg, és így tudok olyan terápiát is nyújtani, hogy amikor megcsináltuk a jóga gyakorlatokat, és a végén, az utolsó 10-15 percben valaki megmondja, hogy nekem ilyen és ilyen egészségügyi problémám van, megmondom, hogy ugye a gyógyszerek szedése mellett milyen ászanák azok, amik az ő egészségét nagy mértékben javítják és helyre rakják. Szerintem ennyi talán így egyenlőre beharangozónak jó lesz, elegendő lesz, és nagyon nagy szeretettel várok mindenkit ezekre az előadásokra, tanfolyamokra, amiket még tartunk. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket. Esetleg kérdés? Kérdés, mert ugye ezt mindig elfelejtem. Á! Igen, azt megköszönöm. És a kérdésem az lesz Baján előadásod a Nyugáról. Igen. És van valamilyen utalás arra, hogy a magyarság ősi hagyományában is volt hasonló gyakorlat, hogy erről tudsz-e valamit mondani? Hát a Somihoz nem sokára Szegedre megyünk, ahol a magyar ősjogáról lesz előadás. Nagy-nagy kíváncsisággal én is várom ezeket a tudásmagokat, ugyanis amit én eddig tudok a magyarságról, csak a szó kapcsolatát tudom, hogy nálunk a... Mert igazából ilyen nincs, hogy jóga, az jóg, jóg, jóg. Tehát az, nálunk a jog. A jog szavunk pedig hát jelenti, amit jelent. És a jóga az egység tudatában felvértezett ember, annak joga van cselekedni, és joga van arra, hogy döntsön, és valószínűleg a képessége is ott vannak, nem csak a joga. Az, hogy magyarban mik voltak, ezt nem tudom. Én csak azt a történetet tudom, hogy a hatha joga, a testgyakorlatok jogája Indiában hogy alakult ki, Shiva, a joga ura, elemezte az emberi testet és az emberi test különböző pozícióit. Nem akarok hazudni, de 2-3 millió pozíciót elemzett. Ezeket a pozíciókból kiválasztott pár százezret, amelyek nagyon evolúciósak és jók az egészségre. Ebből van pár ezer, amiket mint jóga ászanák nyilván tartanak, és ebből van pár száz, amit meg lehet tanulni, és amit így nyugati emberek is könnyedén, aránylag könnyedén meg tudnak csinálni. Ebből van körülbelül 20-30, amit érdemes tudni, igazából 8-9-et kell, hogy gyakoroljunk egy nap folyamán. 1-2 esetben 4-5 percig kitartva őket és néhány speciális légző gyakorlatot. Hogyha ezt csináljuk, akkor egy bioalkímiát hajthatunk végre. Az azt jelenti, hogy minden belső méreg anyagot át tudunk alakítani életet támogató és energiát adó minőségé. Tehát ezt még így hozzá tudnám tenni, hogy Indiában így alakult ki, hogy Magyarországon volt-e olyan megvilágosodott bölcs az utóbbi pár ezer évben, aki ennek nyomát hordozta, és egy magyar jógarendszert kialakított, van erről nem tudok.
De ahogy Shiva ezt megcsinálta Indiába, ugyanezzel a minőséggel, mert Shiva az nem egy kívülálló minőség, ez bennünk van, egy tiszta tudatú ember, akinek ez a vágya, és ismeri az anatómiát, elkezdi elemezni.